A tartós hőség nem csak a valamilyen érrendszeri betegségben szenvedőket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli. Ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségi panaszok. A mentők a hőségriasztás első napján egyelőre csak egy enyhe, körülbelül 10%-os esetszám növekedést regisztráltak. A segélyhívások drasztikus emelkedésére azonban a kánikulai napok meghosszabbodásával továbbra is számítani lehet. Gyakorlatilag akár 30-40%-os esetszám növekedésre is lehet számítani az ilyen tényleg harmadfokú hőségriasztás idején, ezért az országos mentőszolgálat ilyenkor a szervezet kocsiparkjának 100%-os kapacitásával fut. Az azt jelenti, hogy az összes autón dolgozik bajtás, szabadságolási időszak ide vagy oda, de ez már egy akkora betegszám növekedést jelenthet, ami miatt muszáj, hogy egy 100%-os kapacitással álljunk a betegek rendelkezésére. Az ilyen hőséget főleg az idősebbek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, szív- és cukorbetegek, illetve a gyerekek viselik el a legnehezebben. Egyszerűen a kevés folyadékfogyasztás, a nagyfokú hőség miatt nagyon könnyű egy egyszerű hőségkollapszus, tehát egy ájulásos szituációba kerülni. Nem is kell gyakorlatilag tartósan napon tartózkodni ahhoz, hogy ez egy idős magas vérnyomás betegségben szenvedő esetében bekövetkezzen. És ami egy másik fontos korcsoport, azok pedig a gyerekek, akik ugye a kisgyerekek tűzőnapon tartózkodva nagyon könnyen napszúráshoz, leégéshez vezethet, illetve az ő esetükben is nagyon komolyan kell a kiszáradás veszélyétől tartani. A meleg az autóvezetőket is megviseli, csökken a reakció idejük, fáradtak, tompák és kimerültek lesznek. A szakemberek azt tanácsolják, az autósok megfelelő mennyiségű folyadékot vigyenek magukkal, gyakrabban tartsanak pihenőt és ne hűtsék le a kelleténél jobban a jármű utasterét, mert abból kiszállva könnyen rosszulétet okozhat a hirtelen hőmérsékletváltozás.